sokakra emlékeztek a filmben, köszönjük szépen, akik eltávoztak már közülünk, és sokakról nem, akikre mi azért emlékszünk. És most azt kérem, hogy egy percre álljunk fel ők az emlékezetükre. Nagyon jó az, hogy mindenféle adathordozók, meg metahordozók mindenféle digitalizálással lehetővé teszik, hogy bárki bárhonnan ingyen, vagy akár kisebb-nagyobb térítési díj megfizetése mellett tulajdonképpen bármilyen anyaghoz, legyen ez film, vagy más digitalizált anyag hozzáférjen. De máshogy nézi a magyar népmeséket a lányom, aki eléri azt, hogy az ölemből nézhesse. És ez csak két ember. Aztán, amikor arról beszélhet az anyjának, vagy éppen vitatkozhat azon a másik testvérével, hogy is volt az a mese, az már az, amiről ma beszélünk, az embertől emberig terjedő gondolat, az újraalkotás, az a gondolat, amitől aztán egy új film születhet, egy régi film, vagy egy régi film, régi filmről szóló beszélgetés alapján. Hát mondhatnám ezt még hosszasan, akár felsorolva az, hogy itt Péter Fitt tanár úr által felsorolt kezdeményezések, legyen ezek a Polyák Albertéké, legyen ez a Könyvtárosok Informatikusok Szövetsége által indított könyvtármozi mozgalom, ez mind támogatja a Művészeti Akadémia. Ez szerintem feladatunk. Én magam a fővárosból kiköltözve egy kis közösségbe, egy kicsi városba nősültem, ahol 2010-11-ig működött folyamatosan mozi, és örömmel vettük azt a kezdeményezést, és amikor idén decemberben lehetőségünk nyílt arra, hogy nagyjából a felét mi kifizetjük, akkor a felét finanszírozza az állam, hogy digitális mozigépet kapjunk, és néhány hónap múlva újraindítjuk ezt a mozit. Mert tudom azt, hogy még egy olyan kicsi közösségben is, mint nem árulok zsákba macskát, Visegrád, ahol 1900 ember lakik, ahol éppen az említett első generációs Szegfő András mondta talán, hogy az első generációs filmforgalmazási szakember a Vitézen képzett. Na, nekünk egy ilyen könyvtárosunk van, vagy műfázvezetőnk, akinek a másoddiplomája ez a képzés, és vitte végig évtizedeken keresztül az ottani mozit. Tehát kérdés sem volt, hogy újraindítjuk a mozit, mert megvan az ember, és megvan az, hál' Istennek, 5 év alatt ki nem kopott igény egy ekkora közösségben, hogy még mindig 30-40-50-en beüljenek, és utána 10-20-30 percet beszélgessenek egy filmről. Attól függetlenül, hogy magyar filmről van szó egy filmklubban, vagy egy külföldi filmalkotásról, de magyarul szól a filmklubban utána róla a szó. És ez nagyon fontos. Bár úgy tűnik, hogy nem olyan erős eszközökkel bír a filmklub, de mégis azt gondolom, hogy egy stratégiai közösségformáló és egy széles értelme vett társadalomformáló erő, ahol meg lehet fogni az egyént, hogy az esetleges elmagányosodásából, vagy magába fordulásából egy közösség felé nyitottá lehet tenni. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a mozgalom nem haldoklik, sőt él és virul, és van erre igény. Viccesen mi úgy szoktuk ezt mondani, hogy most kb. Úgy néz ki a filmklub mozgalom, mintha a mozizásnak az übere lennénk, hogy mindenki szépen nyugodtan így el van kicsibe, nincsen ennek semmi úgymond jogi háttere, vagy valami, és hogyha nagyon bele akarna piszkálni valaki, akkor akár meg is lehetne egyes szereplőknek ütni a bokájukat. Ezért vagyunk most talán itt, hogy elkezdtünk találkozni Andrásékkal, mert meghívtak egy elnökségi ülésre, hogy a fiatalok hogy látják magát a filmklubozást, és igazából mi próbálunk kidolgozni egy olyan akciótervet, amivel mindenki jól jár, tehát egy létező aktív szövetség és elégedett
elégedett szereplők a nézőtől, akinek nyilván elégedettnek kell lenni, de akár a jogalkotóktól elkezdve szépen a forgalmazókig, a klubokig, a forgalmazó helyekig, a szórakozó helyekig. Ez nagyon fontos a fókusz, és nyilván ez itt a Filmklubok Szövetsége. Tehát az elsődleges szereplő, akit képviselünk, és akit ki kell választani, az a filmklub szervező. Meg kéne mutatnunk azokat, hogy milyen klubok vannak, hiszen itt a meghívottak között is több olyan klubvezető van most, ami nem húzható rá egy bizonyos típusra. Tehát van, ahol tényleg tematikus filmek alapján mennek a filmek hétről hétre, vagy két hetente. Van, ahol meghívott előadók vannak. Tehát mindegyiknek megvan az a fóruma, és igazából ismét a néző jár jól, mert meg tudja találni azt a filmklubot, amit a legjobban szeret. És a Viktoréknak az apja, ez a Filmtalk app, megpróbál tényleg ilyen fókuszokra rámenni, hogy akár a néző tudja differenciálni azt, hogy ő neki most mire van szüksége, nem csak időpontban, hanem tematikában, vagy életkorban, vagy nagyságban. Az első lépés a közösségépítésben, hogy mi itt egymás között, tehát a szakma fogjon össze, és aztán ki lehet menni, és a nézők között ugyanezt megismételni. Nagyon sok jogi témájú kérdés merült fel, és ezekből hoztunk párat. Igen, egy mini prezentációt hoztunk, egy médiajogász ismerősünknek elküldtük a kérdéseket. Például klubok nem számítanak jogi személynek, amennyiben belépőt szednek, azt milyen formában tehetik meg, milyen esetben szedhetnek, milyen esetben szedhet a klub, és milyen esetben maga a hely. Valószínűleg a rendezvény szervezőjének kell szedni, de akár a hely is. Utóbbi esetben valamilyen jogviszonyt létre kell hozni. Tehát ez is egy alapvető kérdés, hogy a klub milyen jogi személyként fog működni a továbbiakban. Mi van akkor, hogyha ingyenes, de adományt kér? A jogász válasza, kérhet adományt, annyi a kötöttség, hogy azt a könyvekben fel kell tüntetni, és a felhasználásáról be kell számolni legalább évente, itt akár elegendő egy honlap, vagy hírlevélben, akár a Facebook is megteszi. Ugye ez inkább a könnyebbség fele ad választ. Mitől nyitott vagy zárt egy klub? Hogyha ugye próbálkoznak sokan azzal, hogy zárt klubként hirdetik magukat, zárt Facebook esemény, és esetleg így meg lehet úszni azokat a kiadásokat, amiket mondjuk a jogtulajdonosok fele kéne szolgáltatni. Az oktatás és a nevelés összekapcsolódik a művészet és a kultúra továbbadásával. Erre vállalkoztunk tehát mi 2001-ben Ludasi György kollégámmal, a Petőfi Sándor gimnáziummal szemközt a Tabán moziban. Miért is? Hát azért, mert úgy gondoltuk, hogy fontos, igényes kultúrát közvetíteni a középiskolás korosztálynak, fontos, értelmes szórakoztatás kínálni a délutánjaikban, abban az őrületes áradatban, amely vizuálisan és ingerben körülvesz minket a mai világban. És fontos mindezt megtenni egy olyan térben, az Art moziban, ahol is a film a saját legnagyszerűbb közegében tud megvalósulni és működni. Tehát azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, ráadásul olyan 4-5 évben, amikor a diákok körülbelül utolsó irányított lehetőségként impulzusokat kaphatnak, meghatározó impulzusokat kaphatnak, amelyek formálhatják a világnézetüket, az értékrendjüket, az ízlésüket. A súlypont az egyetemes elsősorban európai és magyar filmművészeten volt, de nagyon lényegesnek gondoltuk, hogy sokfajta műfajt vetítsünk a kezdetektől kezdve, és nem csak a nagy fikciós klasszikus filmeket, hanem dokumentumfilmeket, kísérleti rövid filmeket és animációkat is megismerhessenek a nézőink sok nemzeti filmkultúrából. A sokszínűség van tehát itt is fontos varázsszóként jelen. Aztán jön az a tény, hogy nagyon sok tematikus blokkunk volt, van, most már hosszú évek óta emellett döntöttünk. Olyan témákat keresünk, amelyek foglalkoztatják a fiatalokat, problémafelvetőek, és a hetente szerveződő filmklubjainkban körülbelül 35 vetítés keretében járjuk körül az adott témákat, és így ez lehetőséget ad arra, hogy mindenki találjon magának valami kedvére valót, és sokfajta néző típust, ha tetszik, meg tudjunk szólítani. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 15 évben körülbelül 600 filmet vetítettünk, és ennek a kétharmada legalább magyar, illetve európai film volt. Most az egyéb számokban nem mennék bele. Mindig van felvezetés, van közös filmnézés, és utána pedig elmaradhatatlan, hogy beszélgessünk.
igyekszünk egy olyan otthonos, befogadó szellemiségű, nagyon nyitott és nyitott ajtós helyszínbe invitálni a vendégeinket, közönségünket, ahol mindenki jól érzi magát, és van kedve ott maradni, ami azt is jelenti, hogy éhesen sem lehet tőlünk elmenni. A probléma az, hogyha az ember klasszikus nagyfilmet szeretne vetíteni, akkor mit csináljon? Hát akkor nyilvánosan bevallom, hogy törvényszegek, mert fontosabbnak gondolom azt, hogy valamit vetítsek, ami nekem érték, és nem pedig tiszteljek egy egyébként buta és érthetetlen szabályozást. A periférián volt ez a klub az elején, és aztán szépen-szépen belkerült az iskola életének a közepébe. Ma már azt mondhatom, hogy tervezünk vele és általa ünnepek, tanórák, érzékeny napok formájában, közösségi osztályokkal jövő filmnézés is nagyon komoly gyakorlat, illetve fontos a tantárgyi visszacsatolás, segíti az egyébként nagyon csekély óraszámú médiaoktatását, amiről volt szó, és valóban mondom, hogy nagyon kevés, és azt is örömmel mondhatom, hogy a tanórákon a kollégák bátrabban használják a filmeket a filmklub hátterének és egyáltalán gyakorlatának köszönhetően, mint általában az iskolák. Azt hiszem, hogy sok kollega küzd azzal, hogy látjuk, hogy sok gyerek kerül perifériára, nehéz dolgokat cipelnek, és van, amikor a filmen keresztül, a megbeszélt dolgokon keresztül a művészet erejével tud feldolgozódni egy-egy nagyon nehéz élmény, vagy egyszerűen csak segít elcipelni az életünk dolgai, de az azt hiszem, hogy nem csak a gyerekekre igaz, hanem hát bizony ránk is. A beszéd és a vitakultúra nagyon fontos fejlődéséről tudok beszámolni, mert ha az ember hallgat és beszél és meghallgat, akkor abból okvetlenül következik az, hogy ez egy fontos tanulási folyamat, amire azt gondolom, hogy ebben az országban nagy-nagy szükség van. Itt egy több generációs civil közösség született ebből a klubból, amelynek a tagjai akkor is találkoznak, hogyha éppen nincsen klub. Ráadásul cselekvőleg is jelen vannak, például egy börzsönyi településen önkéntes munkával tájházat építve, vagy éppen kulturális programokat szervezve. Ami 15 éves múltunk, volt 13 a Tabán moziban zajlott, és 2 éve pedig a Petőfi gimnázium projektora előtt üldögélünk. Miért? Azért, mert 4 éve gyakorlatilag egy fillérnyi megpályázható filmklub támogatás nincsen. Nincs módunk tehát visszamenni abba a Tabán moziba, amelynek a létezésért kőkeményen hónapokon keresztül küzdöttünk, nagyon sok ezer emberrel, és amelyre visszamehetnénk, nem ment el a helyéből, ráadásul ki is nyitott, csak éppen nincs miből fedezni. Tehát olyan közeledik a március, ilyen márciusi pontokat mondanék, tehát hogy legyen párbeszéd, legyen párbeszéd tanár és diák, szülő és iskola, iskola és fenntartó, és oktatási és kulturális kormányzat között. Méghozzá azért, mert erre halaszthatatlan társadalmi igény van. Én érzékenyítőként dolgozom a VGK-nél, a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél. Az érzékenyítés az egy szemléletformáló programsorozat, egy folyamat, aminek a keretében fiatalok megismerkedhetnek egy számukra idegen, szokatlan világgal. Érzékenyítés alatt érthetünk nagyon sok mindent. Én kifejezetten látássérültekkel foglalkozom, és a kulturális akadálymentesítésnek ezzel a területével, de érzékenyítéssel minden fogyatékossággal élő csoport foglalkozik. Ezek az érzékenyítő programok az alapjai annak a jövőképnek, amit például ez a filmklub is hivatott ugye előrevetíteni, bemutatni. Az audionarráció lényege, hogy azokat az információkat tegye hozzáférhetővé, ami vizualitást feltételez. És ugye a filmes audionarrációnak 2 típusa van. Az egyik típus az, amikor az alapvető hangsávra, tehát a film alaphangsávjára ráhelyezünk egy második hangsávot, ahol a narrátor beszél, és elmondja azokat az információkat, amik a hangzóanyagból, tehát ebből a hangzó textúrából nem kikövetkeztethetők. Legyen az dialógus, monológ, van ez az alapvető hangzóanyag, és erre ráhelyeződik a második hangsáv azokban a résekben, amikor van erre lehetőség. Tehát amikor nem hangzik el olyan bármilyen hangzó információ, amit hogyha nem hall a látássérült, akkor nehézzé válik a film értelmezése. Ez az egyik típus.
És a másik típus pedig, amikor élőben narrál az audio narrátor, bizonyos úgynevezett timekódokat alkalmazva, ezek a timekódok azok az időszakok, amikor nem hangzik el se beszéd, se háttérzaj, se zene, tehát semmi olyasmi, ami gátolná az értelmezést, hogyha úgymond elveszne, mint információ. Ezek a timekódok lehetnek rövidebbek vagy hosszabbak, és azok az elhangzó plusz információk ezekbe kell, hogy beférjenek. Például egy művészfilm. Ha önök elképzelnek egy művészi jelenetet, amikor látunk egy szereplőt, aki egy tragédiát élt át, egy traumán esett át, és én elmondom, hogy mi történt a vásznon, és aztán pedig az arcát látjuk, és én eldönthetem, hogy elmondom, hogy most az ő arcát látjuk, és itt az információ véget ér, vagy elmondhatom azt is, hogy számomra mit tükröz az ő arca. És innentől ez meg már egy személyes értelmezés, egy szubjektív nézőpont. És tulajdonképpen ez a narrátornak egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen lavírozunk a láttatás, tehát az érzékeltetés és az értelmezés mesdjéjek között. És itt csatolnék vissza az est lényegére is, hogy ugye a filmklubok értelmezni óhajtják a filmet, vagy segíteni próbálnak az értelmezésben. Tulajdonképpen ez a narrátor feladata is. Értelmezi azokat az információkat, amik egyébként nem lennének értelmezhetők. Én eredetileg foglalkozási rehabilitációs tanácsadó vagyok, tehát látássérült és siketvak emberek álláskeresését segítem, és mindeközben lettem audionarrátor. Ez a képzés egy 2 fél éves képzés volt. A Színház és Filmművészeti Egyetem és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezésében valósult meg. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy szolgáltatás, aminek a látássérült emberek jelentik a célcsoportját. Saját tapasztalatom a Kismadár című filmnek a narrálása, a kísérő narráció megírása és élőben történő lebonyolítása, amit azért hozzátennék, hogy ez egy meglehetősen szabálytalan dolog. Tehát filmet úgy narrálunk, hogy az egy rögzített narráció, ami úgymond szabályos, vagy hát nem tudom, hogy mennyire mondhatok ilyet, hogy szabályos, mert nem nagyon van még Magyarországon szabályrendszere ennek a szolgáltatásnak, de hogy minden esetre úgy lenne jó elkészíteni egy filmet, hogy rögzített a narráció. Hát ez a Kismadár című film úgy lett narrálva általam, hogy élőben kísértem a filmet, és ami a különlegessége volt ennek a vetítésnek, az az volt, hogy többféle sérüléssel élő néző is ült a hallgatók között, és eleve több nyelven történt a tolmácsolás. Tehát volt úgymond sima jelnyelvi tolmácsolás, volt taktilis jelnyelv, és egy LORM ABC-nek nevezett nyelv, aminek az a lényege, hogy a kézben minden pontnak megvan a betűjelentése, és volt olyan kolléganőm, aki ezzel a módszerrel fordította a filmet egy siketvak nézőnek. Magyarországon ma 3 DVD van, ami audio narrációval kísért, és ez 3 különböző fajtát mutat, de hát ezért én a színházi tapasztalatról szeretnék beszámolni, ugyanis a Pesti Magyar Színház a 2015-16-os évattól hát a társadalmi felelősségvállalás jegyében egy hosszú távú szakmai tervezetet dolgozott ki, ami kutatással is párosul, ugyanis a színház igazgatója Zalán Jánosnak az audionarráció, a filmes audionarráció a kutatási területe. Tehát azt tűztük ki, hogy a mozgás, a látás és a hallássérülteknek is egy színvonalas és élvezhető kulturális élményben legyen részük, de elsőként a látássérülteknek dolgoztunk ki egy programot, és most az évad második felétől pedig a hallássérülteknek is jelnyelvi tolmácsolással tesszük majd akadálymentessé a nagyszínpadi előadásokat.
Ami egyfajta újítás nálunk, hogy a 15-16-os évattól egy új, innovatív technikai berendezést alkalmazunk, ami az országban először nálunk volt, ami a Sennheiser Audio Partner segítségével jöhetett létre. Ez egy olyan wifi alapú rendszer, hogy egy ingyenesen letölthető mobil alkalmazás segítségével a látássérültek, tehát a saját eszközükön tudják hallgatni az élő audionarrációt. Az IFFS, a Nemzetközi Filmklub Szövetség közgyűléséről szeretnék pár szót mondani, ami december közepén volt. Az egyik legfontosabb talán a digitális forgalmazás kérdése volt, hogy hogyan tudnánk megosztani hatékonyabban az audiovizuális tartalmakat. Itt többek között az IFFS tagjai között, és különös tekintettel, ami a legfontosabb talán, a fiatalabb generáció igényeire tekintettel. Itt nagyon fontos, hogy a filmben ugye elhangzott, hogy nem létezik már filmklub mozgalom, vagy nem olyan intenzitással, mint régebben. Én ezt abszolút megcáfolnám, mert a résztvevők között 18 éves kortól 85 éves korig abszolút fogékonyak voltak akár a net filmklubokra, akár a fórumokra, akár a virtuális filmklubon kívül bármilyen típusú filmklubra. A digitalizált anyagok használatával kapcsolatban a résztvevők egyértelműen megállapították, hogy sok filmklub szervező igen gyakran ütközik bele a filmek vetíthetőségének jogi problémáiba. Ennek a problémának az egyik megoldási lehetőségének tekinthető a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének javaslata, ami egyben az IFFS tagjai közötti kommunikációt is erősítené. Péterfi András javaslatát ismertettem a Nemzetközi Filmklub Szövetség tagjainak. Ugye ez azzal kapcsolatban merült fel, hogy hogyan tudnánk megosztani hatékonyan az audiovizuális tartalmakat a tagok között, a nemzetközi tagok között, különös tekintettel ugye a fiatalabb generáció igényeire. A Net Filmklub ugye nagyon fontos kritérium, hogy térben és időben rugalmasan bárki megtekintheti az adott filmet, és a javaslat részét képezi, hogy a Netfilm Klub olyan rövid filmeket vetítene, amelyek eleve kísérleti avantgárd elemeket alkalmaznak. Ezzel az új narratívával népszerűbb a fiatalabb generáció körében is ez a típusú filmklub. Az ötlet erőssége nem csak a rövid filmek avantgárd és játékosabb jellegéből adódik, hanem a fiatalabb generáció igényeinek is jobban megfelel. Mivel neten elérhető, ezért térben és időben rugalmasan kezeli a filmnézés élményét. A Net Film Club egy olyan oldalon, websájton jelenne meg, ahol minden hétfőn egy új kisjátékfilm kerülne bemutatásra az IFFS és minden csatlakozó filmrajongónak. Az egyediség és újdonsága abban áll, hogy a Net Film Clubhoz szorosan kötődik egy fórum. Én javasoltam, hogy esetleg egy VoIP típusú csatorna is, és egy chat csatorna is. A fórum közvetlenül az adott film felkerülésétől kezdve a regisztrált tagok számára azonnal elérhetővé válik. Így a világ minden tájáról, Indiától, Kongóig, Ekvádortól, Japánig bárki bekapcsolódhat a netes filmklubos eszmecserébe. A projekt gyakorlati részét a projekt irányító, tehát a szerkesztés, a tárolás, a webmaster feladatát, és tehát az irányítás megvalósítását a Pázmány Egyetem Információs Technológia filmklubja hajlandó vállalni, ha a digitalizált filmek és néhány alapvető adat a rendelkezésükre áll. A virtuális filmklub természetesen később személyes csoportú összeülése révén akár egy nyári kurzussá is változhat. A Nemzeti Művelődési Intézet azon állami szervezetek közé tartozik, amelyik azt vallja, hogy a tudás, a műveltség az fontos az egyén, a
kisebb és a nagyobb közösségek számára, a társadalom számára hasznos dolog, és ezért nyilván próbálunk tenni. Kiépült irodahálózatunk van, szervezetünk az elmúlt 3 évben kialakult, a budapesti korvintéri klasszikusnak mondható már székhelyünk mellett 19 megyei irodában van legalább 4 közalkalmazott munkatársunk, illetve hát foglalkoztatunk még rajtuk kívül 6100 kulturális közfoglalkoztatott kollégát. Ez adja egyébként azt a társadalmi bázist, azt az emberi bázist, egyrészt az elveink, mert jelszavaink valának nekünk is, hogy haza és haladás, tehát nemzet és művelődés. Másrészt pedig az a fajta tapasztalat, amit eddigi projekteinken, eddigi tapasztalatok alapján már sikerett elérni. A helyi aktivitást, a helyi közösségépítést, azt valami fajta eszközrendszerrel lehetne segíteni, például arra, hogy összehívjuk az embereket, és hogy akinek van képessége, mert hogy nagyon sok embernek van erre képessége, örömét, bánatát, dalban, versben, vagy valami más művészeti tevékenységgel ezt átadja, megmutassa, akkor ennek terepet biztosítsunk. És erre gondoltuk, hogy a filmet is segítségül hívjuk, hiszen a film is azon eszközrendszerben, nyilván művészeti ág is, meg ne sértsem itt az alkotóga, de az az eszközrendszer, amivel azért lehet közvetíteni kultúrát, lehet tudást, lehet viselkedést közvetíteni, és amellett még, mert művészet is, lelkeknek is, a szellemnek is egy katarzist, egy élményt nyújt. Célcsoportunk a fiatalok elsősorban. Mi azt gondoljuk, hogy nem csak a jó gyerekek, hanem a rossz gyerekeket, meg a neveletlen ifjakat is, fiatalokat is érdemes megszólítani, mert hogy őnekik is vannak nyilván olyan dolgaik, amik olyan problémáik, amik egyébként megoldásra várnak, és hát ki ne szóljon, ki ne vonja be őket, ki ne szólítsa meg őket, hogyha ne a közművelődési intézményrendszer a maga közösségi formáló eszközeivel. Volt egy Nemzeti Művelési Intézet által végzett kutatás, amik azt bizonyított, hogy azok az emberek, akik közösségben élnek, akik valamifajta alkotó tevékenységet végeznek, az jobban érzik magukat ebben a körülmények között is. Ezt nem mondjuk, nem tudjuk azt, hogy jobban is élnek, de a jobban érzik magukat, az biztos, hogy is bebizonyosodott ezekben, mert hogy a probléma megoldó képességeik, az egyéb szociális hálójuk, azok jobban működik, mint hogy ez a mi dolgunk egyébként. Én azt gondoltam, hogy nagyon kevesen leszünk ezen az összejövetelen, úgyhogy most tulajdonképpen örülök, hogy ennyien jelen vannak, mert én még mindig elmegyek filmklubokba, hogyha hívnak, és ott bizony néha nagyon kevés ember van, lehetetlen körülmények között történnek a vetítések, de hát mégiscsak a filmet, filmnézést, azt életbe kell tartani. Hiszen az jut eszembe, hogy Kányádi Sándor költő, barátom, ő szeret órákat tartani iskolákba, középiskolákba, vagy általános iskolákba, és megkérdezte egyszer, hogy hát arra hagyjanak neki választ, hogy mi a vers. És nagy hallgatás, hogy még jelentkezett egy kislány, és akkor azt mondta, hogy vers az, amit mondani kell. Na hát ez jutott most eszembe, hogy film pedig az, amit nézni kell. Ha odafigyelünk és mondogatjuk, hogy már pedig igenis szükség van arra, hogy ami fölhalmozódott, mint magyar nemzeti filmkincs az archívumokba, azzal egy különálló, önálló intézmény, nyilván nem ugyanúgy, mint hogy a Hajdan a filmtudományi, de ez már csak részletkérdés, ezt ki lehet találni, hogy ez létrejöjjön. Én még egyszer köszönöm, hogy eljöttek az előadóknak a gondolatokat, önöknek a türelmet, és kicsit optimistán megyek el, hogy vannak még, vagyunk még, akik még hiszünk a filmklub mozgalomban. Köszönöm. Legyenek kedvesek ide bele a fényképezőbe nézni. Köszönöm, és akkor készítem is a képeket. Köszönöm szépen, megvagyunk.